Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Azt gondolom, hogy az élet számos spontán randi helyzeteket kreál. Nos, én egy olyan ember vagyok, aki... De persze valaki másképp csinál, de én egy olyan ember vagyok viszont, hogy hiába kreál az élet ilyen spontán randi helyzeteket, én, ha nem ismerem a lányt, én nem szoktam ezekkel a dolgokkal élni. Nem azt mondom, én nem akarom azt, hogy nagyon megismerni a lányt. Tehát túlságosan megismerni a lányt én nem akarom, nem arról van szó. De ugye egy alapvető ismeretség nincs meg, akkor én nem szoktam kezdeményezni. Ez alatt mit értek? Lássam, hogy egyáltalán tud-e mosolyogni, szokott-e mosolyogni, mert ugye azt szeretem. Hogyan nevet a lány, akkor visszafogott-e. Tehát a lelki társadalom, mert először csak a külsejét látom meg, és átver a látvány! Átver a látvány! Átver! Ne felejtsd el! Tehát én szeretek egy kicsit, hogy milyen hogyan viselkedik. Ehhez nem kell igazából megismerkedni, csak egy kicsit meg kell figyelni az adott lányt, hogy viselkedik egy adott közösségben, egy adott helyzetekben. Például, és ezekből le lehet szűrni simán a dolgokat, tehát nekem egy ilyen minimum megismerés az szükséges. Ez úgy történik, hogy ugye nem ismerem meg, de mégis egy kicsit megismerem. Tehát a megfigyelés az itt fontos lehet, és talán miközben én megfigyelem ugye a lányt, lehetősége van neki is megfigyelnie engem, és így a két emberben, hogy tudat alatt már tudatosul, hogy tulajdonképpen akkor mi is a helyzet, hogy akkor mi lenne, ha egy spontán randi helyzet bekövetkezne. De milyen spontán randi helyzetekre gondolok én? Mi lenne a konkrétum? Az a helyzet, hogy én úgy nem lépek ki a lakásból, hogy ne lenne nálam esernyő. Tehát ilyen nincs. És ami reggel napsütés, az délután zivatar. Sok esetben. Én megtanultam az élettől azt, hogy esernyő nélkül nem lépünk ki az utcára, mert bizony bármikor leszakadhat az ég. És hát számos olyan lánnyal találkoztam, akik könnyelműen bizony kilépnek a házból, és lehet, hogy csak 10 percre, lehet, hogy a sarkiboltba ugranak csak le, de egész egyszerűen az a helyzet, hogy nem gondolnak abba bele, több ilyen eset van, hogy eső keletkezhet. Vagy ha bele is gondolnak, azt mondták, nincsenek ők cukorból, meg ilyesmik, vállalják a problémát. Aztán ez sokszor csak akkor tudatosul, azt gondolom, amikor tényleg elkezd esni az eső, és az olyan kellemetlen tud lenni, hogyha mondjuk nincs esernyő az embernél, nem csak a lányoknál, persze férfiaknál is lehet, csak én azt mondom, hogy az élet, most arra akarok kikötni, hogy milyen romantikus tud lenni, hogy spontán randi helyzeteket tud kreálni. Mert egész egyszerűen ugye nálam akkor ott lesz az esernyő, a lánynál meg nem lesz ott. És mondom, ez egy randi helyzet, ez egy spontán randi helyzet, mert akkor ugye oda mennék a lányhoz, és azt mondja, hogy szia, segíthetnék esetleg ezzel az esernyővel? Gyere nyugodtan, elférsz itt mellettem. És akkor nyilván ezt amúgy nagyon szívesen fogadják a lányok, és nagyon megszeretik ilyenkor szerintem az embert. És hát nyilván ilyenkor, hogyha eláll az eső, ezt addig kell ugye csinálni, és az alatt is lehet már ismerkedni, bár lehet, hogy kicsit nehézkes, de lehet ismerkedni. És nyilván miután elállt az eső, mert addig megy a történet, amíg el nem állt az eső, de lehet, hogy közben az úti céljához elérkezik a lány, mert ilyenkor felajánljuk azt, hogy elkísérjük az úti céljához, lehet, hogy megérkezik a lány, és egy fedett, zárt térbe érkezne bele, ahol az esernyőnek a viselése irrelevánsá válik. Na most ebben az esetben alapesetben az elköszönés sem lenne a hangsúly, de talán ilyenkor érdemes azt, hogy figyelj, hogyha már így kicsit beszélgettünk meg minden, meg az eső így összehozott bennünket, akkor egy kicsit nem lehetne arról szó, hogy most meghívnálak egy italra vagy valami. Vagy esetleg nem lehetne arról szó, hogy esernyő nélkül folytassuk a tevékenységünket, mert kisütött a nap. Vége is, látod? Milyen szép dolgok tudnak kerekedni. Ott a szivárvány az égen. Már nincs szükség esernyőre, összecsukhatjuk. Szóval ez az igazság. És nagy valószínűséggel szerintem ilyenkor egy lány igent fog mondani, mert szeretné meghálálni, hogy gondoltunk rá, és esernyővel kínáltuk őt, és kezdeményeztük azt felé, hogy ne ázzon el. És nagy valószínűséggel igent fog erre mondani. Szóval az életnek vannak ilyen romantikus momentumai. És akkor van az a másik eset, amikor az a helyzet, hogy egyszerűen nincs mit tenni. Beszélgetni kell. Ugye arról van szó, hogy vonatra várakozik az ember. Hajnal van. Nem is tudni, hogy miért várakozik hajnalban, és hova akar menni ilyenkor, amikor a kutya sem megy sehova. De mégis várakozik a vonatra, és éppen egy lány is arra jár, egy szép lány is arra jár, és ő is várakozik a vonatra. De nagyon hajnal van, nincs értelme semminek. Nincs meg az utazó közönség. Egyszer csak két ember jelenik meg, és Kozármislenybe tart a vonat. A férfi meg a lány ott van. És csak ők vannak ott. Tényleg kihalt minden. Az egész utca, az egész környezet. A tér teljesen kihalt. Ember nincs, csak maga az a... Egy valaki mégis ott van persze, aki ezt az egész rendszert valamilyen formában vezérli, őt pedig úgy hívják, hogy vasutas. De amíg a vonat nem érkezik meg, addig azon kívül senki nincs ott, esetleg a jegykiadó. Na jó, ők ott vannak. De ők irrelevánsak, ők nem érnek rá bájcsevegni, beszélgetni, mert komoly munkát végeznek. Vezérlik a rendszert, valamilyen formában. Státuszokból következően vezérlik a rendszert. A nagy igazság az, hogy ebben az esetben lehet, hogy eleinte egy kellemetlen lesz kicsit, mert ketten ott van a fiú meg a lánya a vonatállomáson, és csak ketten vannak ott. De előbb-utóbb ugye ebből az lesz, hogy beszélgetésbe fognak elegyedni, ráadásul abból kifolyólag is, hogy megtörténik az érdemi közlése annak az objektív ténynek, hogy a szerelvény több órát fog késni. Ilyen szituációkban simán lehet ismerkedni, és lehet, hogy szerelem fog kialakulni. Tehát az objektív tényeknek, meg az élet történéseinek romantikus relevanciája azért tetten érhető bizonyos szituációkban, bizonyos élethelyzetekben. Szép dolgok alakulhatnak ki ilyen dolgokból. Mert az ember ideges lehet. Nagyon. Hogy a rohadt életbe, hogy ennyit késik ez a vonat. Igen, ez egy rossz szituáció, de nem gondolt bele abba, hogy hatványozottan megtérül ez a rossz szituáció, mert esetleg kialakulhat egy új szerelem. És ha kialakul, akkor tényleg megtérült, mert mindenki erre hajt, lássuk be. Nagyon sokan arra hajtunk, hogy megtalálni a párt magunknak. És ilyenkor nem számít, hogy késik valami, ilyenkor már semmi nem számít. Mert megvan a szerelem, kialakul a szerelem. Az a nagy igazság. Szóval én azt mondom, hogy ez a helyzet. Ezek szép dolgok tudnak lenni, különösen ez a paraplés történet. Mert mondom, én megtanultam, én paraplé nélkül nem hagyom el ezt a házat. Illetve semmilyen házat, nálam paraplé mindig van a hátizsákban. És még egy spontán randi helyzet, ami nem annyira spontán, de azt gondolom, hogy érdekes lehet. Én azt gondolom egyébként, hogy abban, tehát hogy ha tisztelettudóan közeledünk egy lány felé, lovagiassan, udvariassan, ő tulajdonképpen a lányok erre várnak, meg szeretik, meg szívesen fogadják. Ha nem piszkáljuk őket, hanem lovagiassan, szépen, udvariassan közeledünk felé, abban az esetben nem hiszem, hogy rossz néven venné. Mert hogyha közeledünk felé lovagiassan, udvariassan, és mégse szeretné, vagy nem vagyunk az esete, vagy egyszerűen csak nem szeretné, ő kedvesen ezt el fogja mondani. De lehet, hogy simán. Tehát nekem volt olyan szituáció az életemben, hogy ültem egy vonaton, és néztem egy lányt. És megkérdezte tőlem, egyébként annyira nem tetszett, de nem is mondanám azt, hogy nem, mert nem véletlenül néztem meg. És akkor megkérdezte tőlem, hogy bocsánat, azért nézel engem, mert beszélgetni szeretnél? Akkor még eléggé zavaros voltam, és zavarba jövő jellegű, és azt mondtam neki, hogy nem szeretnék beszélgetni. Hát ma már nem is tudom, hogy szerettem-e volna, de egy kicsit szerintem ott engem az is eltántorított, hogy nagyon kezdeményező volt ez a lány. És rám tört ezzel, hogy ugye azért nézel engem, mert beszélgetni szeretnél velem? Tehát ugye én jobban szeretem azokat a lányokat, akik ilyen visszafogottabbak. Bár nem azt mondom, bizonyos esetben, hogyha kezdeményező a lány, hát ez szituációban dőlne el, lehet, hogy azért talán működne. Lehet. Ezt nem tudjuk. Mert az élet hozhat érdekességeket. Tehát még egy szituációt, a paraplész szituáció és a vonatra várakozó szituáció terén. Tehát abból lehet szerelem, hát egymagatok vagytok az állomáson, ti ketten. Senki más nincs ott, és több órát késik a vonat, valószínűleg beszélgetni fogtok. És ha megvan a kémia, mert az alapvetően a férfi és a nő között kémia alakul ki, és szerelem alakulhat ki, ahogy múlik az idő, ahogy telik az idő, ez egy szép dolog lehet. Szóval még egy szituációt hoztam, amely hát valamilyen szinten spontán randi helyzet, de igazság szerint ehhez már azért kell egyfajta, bár az mindig kell, de kell egyfajta olyan kezdeményezés, mert itt ebben az esetben nincs viszmajor helyzet. Ebben az esetben nincs problematika. Pusztán csak arról van szó, hogy egy lány éppen a telefonját nyomkodja. És mi azt vélelmezhetjük, hogy valószínűleg unatkozik, mert én is, hát ismerem magamat, igazából nagyon sokszor csak unatkozom én, amikor a telefonomat nyomkodom valahol, és azt gondolom, sokszor a 21. században ezt azért is csináljuk, mert nincs senkink, tehát magányosak vagyunk, ott és nincs kivel beszélgetnünk, stb. Stb. Nem tudni, hogy a lány ilyenkor miért csinálja, persze, lehet, hogy nem ezért, de ezért érdemes megpróbálni, mert lehet, hogy örülni fog, hogyha szépen tiszteltudan, udvariasan oda megy a férfi, megkérdezi tőle, hogy szia, ne haragudj, látom, hogy igazából nyomkodod a telefonodat, nem tudom, hogy miért csinálod, nem tudom, hogy zavarlak-e, de figyelj, esetleg nincs kedved beszélgetni mondjuk egy kicsit, vagy így ismerkedni, vagy ilyesmi. Mert igazából azt gondolom, hogy talán a ma embere az olyan, hogy fél a ma embere a ma emberétől. Eltávolodtunk egymástól eléggé, beszűkültek az emberi kapcsolatok, ezért talán lehet, hogy ez odáig fog folyni, hogyha már annak is örülni fogunk, hogyha köszönünk egymásnak. De fordítsuk meg ezt a folyamatot. És figyeljünk egymásra, és beszélgessünk egymással. Talán valami ilyesmi kéne. És persze az élet kezének kártyakeverése, az persze nem hátrány, mert az élet igenis szép, és kreál romantikus helyzeteket az élet, láthatjuk, mert bőrigázna mondjuk a nő, hogyha a férfi nem menne onnan az esernyőjével, és nem mondaná azt, hogy gyere nyugodtan, nem akarom, hogy elázz. Ő esetleg halálra unna magát a két fickó, aki fickó, az egyik fickó, a másik nő, aki Kozármislenybe mennek éppen valamilyen oknál fogva, de a hajnalok hajnalán, és a kutya sincs ott, és egyszerűen nem tudnak nem beszélgetni, de egyszerűen muszáj valamiért Kozármislenybe menniük, vagy esetleg pusztán csak arról van szó, hogy nyomkodjuk a telefonunkat. A nő. És lehet, hogy ilyenkor is a férfi vele szemben nyomkodja a telefonját, ahelyett, hogy egymással beszélgetnének. Rendben van, rendben van, rendben van. Nagyon szép dolgokat tud kreálni az élet, és nagyon szépen köszönjük az életnek, hogy ilyen szituációkat tud kreálni, amelyek nagy segítsége lehetnek a fiataloknak, ahhoz, hogy szerelmesek legyenek. Egy a biztos, gyerekek, én azt mondom, paraplé nélkül ne hagyjuk el a házat. Mert bármikor ránk szakadhat az ég. És az esernyő lesz az, ami véd. Sziasztok!